hallgat? Ez a paparazzi. És most megmutatom, mi az első dolog, amit koncert után csinálni szoktam. És utána mutasd meg a beledet, hogy attól lesz olyan kurva nagy. Ezért ilyen kibaszott nagy a... Micsoda! Engedj ki! Micsoda! De hogy mit engedj? Ki van nyomva? Mi fogom tartani, még ki nem engedj? Rohadt! Most! Maximum, hogy annyira meghúzok! Ki van nyomva? És így nem vicceltem, tényleg itt van a kezeden a izé... Megsebesültem. Nem megsebesültél. Tudom. Ne rozsd már el a videóanyagot. Bedobtad a kezedet, így betartottad a kezed az első sorba, azt így... Nem szerintem. Ezek ilyenek. Megettem Lukácsot, úristen! Megettem Lukács kezét. Én vagyok olyan kezét! Vagyok olyan pupák, hogy na, szeretem a nunára! Hány óra múlva motorozunk? 4 óra? 4. Szóval az történt, hogy tegnap megkoncerteztünk Berekfürdőn, aztán Laci feljött Pestre, mi 4-kor elindultunk mi is Pestre, csak mi motorral, és most már nem tudom hány óra van, 7 óra van, és indulunk Brnóba a MotoGP-re. Tadán! Misi bácsi elvisz minket, és ott van előttünk Dodor, most kivételesen autóval, de nem sokára ő is át fog szállni hozzánk. Kurva jó lesz, kurva jó! Itt vagyunk a MotoGP backstage-ben. Én nem tudok megszólalni. Nehéz is. Mit csináltál? Hol vagyunk? A MotoGP backstage-ben nagyon vagyunk. Nagyon durva, tényleg ilyen durva az, hogy... Nem, igazából én csak itt álltam a szám, mint egy hülye gyerek, nézve, nem is tudom, mit mondani. Igen, szóval azt hiszem, hogy ezt a paszt ezt én is el fogom tenni otthon. Téged hogy hívnak? Engem Tominak hívnak. De szerel a patron. Fejes Tamás, ifjabbik. És te mit csinálsz itt? Hát most szépen szerelem a lángépeket. Betöltöm csak. Nem jó a patron. Nem jó a patron? De jó a patron, csak nem tudom miért szerelt az előtt. Hallod? Az nem jó. És amikor buli közben van, akkor ezt hogy veszitek észre, hogy szerel vagy nem szerel? Hát, hogyha ég, akkor ég, ha nem ég, akkor nem ég. Ha ég, akkor szelel, ha nem ég, akkor nem szelel. Értem. Most már biztonságban érzem magam. Persze, ott a poroltó készülnek, oda ki van készítve. Vagy nem? Á, ezt még nem hoztam ide. Általában így szokott lenni. Szóval ő a kisfejes. Dolgozik a stábban. Keményen, ráadásul, és jó. Ő meg Gabriel, de őt már ismeritek. Hello! Úgy de szép! Megtolhatunk egy ilyen párasztat. Egy videót? 1500-ért bevállal, ugye? 1500-ért. Te ki vagy? Szőnyeget hoztam én. Ő a szőnyeges fiú. Ittem. 1500 forintért természetesen megcsináljuk. Mire ezt látjátok, addigra ez a promo már ki is ment, és az 1500 forint valószínűleg már a fal zsebemben van. Szeretadunk a koncert előtt zavarnak? Hú, kibaszott jól nézek, kibaszott. Már faszomba ezzel a kurva kamerában, Sidi. Nyald már ki a seggem! Ha
Ezt érezték a MotoGP-sek, amikor bementél. Jó érzés. Jó, mi? És most lebuktattuk az áldakul kamerázó gonosz törpét. Rajongó Csabi. Elindult az intro. És az van, azt mondják, az az új gyengénk, hogy kitaláltuk, hogy ilyen öko-bio-ba utazunk, és hogy minden egyes öltözőbe kérünk gyepet a földre. Igen. Csak olyan öltözőbe vagyunk hajlandóak öltözni, amiben gyep van. Úgyhogy... De nem akármilyen gyep, tehát nem ilyen műfű vagy ilyesmi, hanem igazi természetes gyep. Igen, azt mert mondjuk el, hogy most egy sportcsarnok kellős közepén vagyunk, de behozták. Az a lényeg, hogy jövőre új brand van, ökometál. Hát így van. Utazni, ezt fogunk bevezetni. A nevünket is megváltoztatjuk ökocsapdára. És nem így csinálunk így, mert ez már lejárt, hanem így. Csak nehogy az jöjjön, legyen, hogy a Metallica jobb vagy utánunk hirtelen. Csak azért mondtuk most el, hogy mi találtunk ki. Na, gyerünk. Mit mondunk? Kazincz Barcika. Na, egyszerűsítsünk. Kazincz Barcika. Azt mondom ezt én is. Jó. Na, iszoktunk. Na, itt kezd kivágod, jó? Ok. Ráléptél a lábomra, bazd. Figyelj! Ezt is így szoktuk. Nem lát. Mit nem látsz? A kezünket veszem, bazd meg. Na, figyelj! A faszomat kapjátok már. Jó, na. Oké. Tehát Kazincz Barcika? Igen. Oké. Kazincz Barcika! Sziasztok! Hello. Szép vagy, nem? De. Nagyon úgy nézni magam. Esetleg. Jó étvágyat! Jó étvágyat! Sziasztok, ez itt a Tank TV első kísérleti adása. Tehát túl vagyunk a sárvári koncerten éppen. Nagyon rossz a hangulat. Éppen... Nézd már meg, baszd meg, milyen jól néz ki ez a növény. Városgondozás folyik, és sok minden más is folyik. Azt mondja, hagyjál még egy palackot, nem ülöm a palackot. Nagyon jó kis koncert volt egyébként, piszok jó volt ő a buszunk. Őket ki kell homályosítanom a securitynkat. De most akkor most fogod, vagy nem fogod? Most forog! Most forog? Most forog! Mondd meg fejnek is, hogy széles. Nem, mert köcsög kibaszott Sidinek, milyen jó pólókat kap a Hells Angels-től egyébként, meg rajtunk nőtt fel, és mi nem kapunk semmit. Fújjátok le! Ennyi, bazd meg! Széles ütet. Te mit csinálsz a dobverőmmel egyébként? Nem tudom, valaki a kezembe nyomta. De ez miért van a kezed? Mert szeretlek, te egyébként meg a rajongó. Az enyém én. Miért megdugom az órát? Ne az óramat. A húpcsövébe dug föl. A húpcsövébe. Így van. Igazság szerint már meg gyerekek vagyunk. Bezárnak az ajtót akkor. Nyitjük be fel a gyerekek, menjétek. Tomi, Söröcske Borocska van. Szia, Sidi. Söröcske Borocska. Csukjuk már, csukjuk. Sziasztok. Az arcom ilyen.